Óvodákat és bölcsödéket vonnak össze vagy zárnak be Zuglóban és Újbudán, miután a polgármesterek szerint kigazdálkodhatatlan az új távhőár. Karácsony Gergely tegnap jelentette be, hogy az energiahivatal 13,5-szeresére növelte a szolgáltatás díját az önkormányzatok számára. A főpolgármester levélben fordult Palkovics Lászlóhoz. Fekete nappá vált a péntek az önkormányzatok számára, miután aznap este az állam 13,5-szeresére emelte az óvodák, bölcsödék, szociális intézmények távhődíját. A főpolgármester szerint azonban rossz számítás alapján döntöttek, mert az illetékes hivatal a legmagasabb gázárfolyammal kalkulált. Az energiahivatal ugyanis annak az 5 napnak az átlagát határozta meg a kötelező gázárként, a távhőszolgáltatásban kifizetendő kötelező gázárként, amely az elmúlt időszak legmagasabb gázára volt. Karácsonyék levélben fordultak Palkovics Lászlóhoz, azt akarják, hogy vonják vissza a kormányrendeletet, és bírálják felül a döntésüket. Ez nem egy piaci ár. Ne hivatkozzanak a szankciókra, ne hivatkozzanak Brüsszelre, hiszen nyilvánvaló, hogy az energiahivatal katasztrofálisan rossz döntése az, ami miatt egekbe szöknek az árak. Zugló polgármestere tételesen mutatta be stábunknak, mi mennyibe kerül majd. Éves szinten az elektromos áram és gáz eddig 150 millió forintba került, most 1,3 milliárd lesz. A közétkeztetés 800 millió forintra emelkedik, a távfűtéssel kapcsolatban még nem tudják a pontos számot, de 500 és 800 millió forint között kalkulálnak. Éppen ezért a hidegebb hónapokra összevonásokkal készülnek. Ami azt jelenti, hogy körzetes bölcsödét, körzetes óvodákat jelölnénk ki, ott lehetne igénybe venni ügyeleti jelleggel a szolgáltatást, azokban a napokban vagy 1-2 hétben, amikor ez a hőmérséklet által indokolt, ezzel tudnánk spórolni. Újbuda önkormányzata eddig 400 millió forintot fizetett a távhőért, az emelés után ez most 1,8 milliárd forint lesz. Ehhez jön még hozzá a villanyra kalkulált 1,3 milliárd, a 150 milliós gázszámla és a megemelt szolidaritási adó 3,1 milliárd forinttal. László Imre polgármester szerint ez kigazdálkodhatatlan, ezért kénytelenek lesznek intézményeket bezárni. Bizonyos óvodák és bölcsődék bezárásra kerülnek, és azok a csoportok átkerülnek másik óvodába és bölcsődébe. Az eddig felsoroltak még nem tartalmazzák a háziorvosi rendelők és a szakrendelők fűtését. A polgármester szerint az erre fordított eddigi 2 millió forint 30 millióra emelkedik. Olyan információt kaptam, őszintén remélem, hogy ez nem valós, hogy állítólagosan az egészségügyért felelős államtitkár kijelentette, hogy ezeket a többletköltségeket a kórházaknak és szanatóriumoknak nem tudják biztosítani. Kerestük az ügyben a kormányt, amint válaszolnak, közöljük.